A videó elején el akarom nektek mondani, hogy ez nem saját ötlet, Alex Sigértől vettem, a videó itt lesz a leírásba, úgyhogy jó szórakozást! Sziasztok, én Ed vagyok, és a hajdóban címmel sátítjátok, hogy egy 24 órás kihívással jöttem, ilyen videó még nem volt a csatornámon, és úgy gondoltam, hogy miért ne próbálnám ki. Nem saját az ötlet, amit most fogunk csinálni, Alex Sigértől tegnap néztem a videót, és azt néztem, amelyik még két napig nem használ a telefon. Nos, én nekem kettő telefonom van, egy Redmi 9 és egy Samsung Galaxy E4 Plus. És arra gondoltam, hogy ezt, mivel ezt szoktam a legtöbbet használni, félre tegyem egy napra kikapcsolva. Szóval, így még a videó kezdeténél nagyon hálás szeretnék nektek lenni, hogy összegyűltünk 100-an a csatornámra. Tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan leszünk. Azt se gondoltam, hogy valaha lesz egy csatornám, és azon 100 ember fel fog iratkozni. E-mailbe is kaptam üzenetet a YouTube-tól, hogy Congrats on the AT, jó passzert 100 feliratkozó, mindegy ide bevágom. És akkor kezdjük is. Ezt szoktam amúgy a legtöbbet használni, mert ezen van ilyen YouTube stúdió, meg játékok, amiről szeretnék videót csinálni, de most itt van 3-2, várjátok hány óra? 7:27. 7:27. Reggel 7:27, szóval ezért vagyok ilyen. 3-2-1. Reggel 7:27-kor kikapcsoltam. Ennyi. Jó? Úgyhogy ezt a telefont eltesszük mondjuk ide, fel, úgy, és megmutatom, hogy tényleg 7:27. Jaj, de fáj. Na jó, hát közben eltelt pár óra, letettem a telefont, pihentem, még mindig zsibbott vagyok, és felvettem a kis órámat, és már 3 órája nem használok telefont. Hát az a nagy harci helyzet, hogy lemerült az ellen benne. Figyeljétek, akartam játszani, és megmutatom, hogy mi láttam. Ez ilyenkor frissíti az Xboxot. Közben eszembe jutott, hogy van nekem egy kis mikrofonom, és betettem ide. Remélem tisztítja a hangomat. Most egy kicsit furán fogom a telefont. Itt a... hogy hívják? A FIFA 21-es, és bele is lépek. És akkor szerintem majd játszunk egy magyar-portugália meccset. Hát, mi volt neki? Hát azóta, amióta játszottam, nem tudtam aludni, csak egy 15 percet. Most van 10 óra 10 perc, és akkor volt 9 óra 50, amikor abba hagytam. Na hát, láttátok, hogy amikor odaraktam, amikor mosogattam, odaraktam timelapse-ba a telefont, hogy videózzon, és akkor fellögtem a könyököm, mindegy. Hát eltelt már 4 óra, amióta Xboxoztunk, azóta most ettem is, tévéztem, olvastam, és pihentem, ami most is meg fog történni, vagy tévézni fogok, nem tudom, de úgy kitisztult az ég. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen kis részt, ezt inkább ebbe a videóba beleteszem, mert hogyha külön videóba tenném, akkor ilyen egy perces se lenne. Beszeretném nektek mutatni, hogy én általában amiket szoktam használni a videózáshoz. Hát van egy ilyen LED karikám, de majd be lesz ide nektek vágva jobban, ahogy kinéz, ki lehet húzni, majd meglátjátok. Van pár színe. Csak persze be kell legyen dugva, mert nekem most le van merülve, ezért nem tudom használni. Kikapcsolom.
itt van oldalt neki egy kis gombja, és az a kikapcsoló és bekapcsoló, de hosszan kell megnyomni, és lehet ezt a részét itt forgatni. Így, ahogy akarjuk a telefont. Hát ezt így ki kell engedni, így, és akkor így ki lehet húzni. Nagyon vagány. Ezt is szoktam használni a videózáshoz, vagy hogy egy Minecraft videót veszek fel, vagy van, amikor ezzel vágom a videót. Hát még van ez a gorillapod, amit most használok, azért, hogy tartsa meg a telefont. Azt is ott befogjátok, hát be lesz nektek itt vágva. És még egy kisebb LED karikám van, azt is most bevágom ide nektek. Hát így ennyi lett ez a kis bemutató, hogy én miket szoktam használni a videózáshoz. Kamerám még nincsen, telefonnal videózó. És most jutottam el arra a pontra, ahol nem tudtam, hogy mit csináljak. Szétuntam magamat. Már vártam, hogy teljen az idő, és végül... Na jó, hát most már eléggé kezdem unni ezt a napot, így telefon nélkül tényleg nincsen, mit csináljak. Szóval mindegy, hát a holnap reggelemre kíváncsi leszek, hogy fix hétre felkelnék-e. Most nem látok belőlem semmit. Közben, amióta bejelentkeztem, már eltelt olyan egy óra, és 9 órája nem használok már telefont. Hát most olvastam nemrég, ott láttatok egy kicsi jelenetet, hát nem használhatom a Redmi-t se, csak arra, hogy videózzok. Mindegy, ki fogom bírni, eddig hát úgy könnyebben megy, de már kezdek így, hogy hívják, hogy unatkozni nagyon-nagyon. De mindegy, majd itt megpróbálok magamnak itt játszani, nem tudom, majd megnézzük, hogy mi lesz, hogyha lesz valami, akkor még. Na jó, hát lementünk vásárolni, veszek egy kis hasonló valót, jaj, de remeg a kezem. Olyan zaj van, főleg, hogy most péntek van. Na jó, hát most már itt vagyok az üzletnél, benne nem merek videózni. Na most simán úgy jelentkezek fel, hogy gorillapod nélkül, mikrofon nélkül, mert hülye fejemmel nem hoztam egy zacskót, és most tele van a kezem. Mindegy, nézzétek tovább a timelapse. El akarom nektek mondani, hogy olyan hideg szél fúj, hogy csíp, meg hideg is van. Lefagy a kezem, nem vettem egy kesztyűt. Nem gondoltam, hogy ilyen hideg van. Na mindegy, már megérkeztem, úgyhogy fent találkozunk. Na jó, hát hazaértem, fent vagyok, már le is vetkőztem, már nagyon melegen volt. Sziasztok! Közben már másnap van, és abban a problémában ütköztünk bele, hogy a régi telefonomat azt otthon felejtettem, mert most már otthon vagyok. Úgyhogy jó, legyen úgy, hogy letelt a 24 óra, végigbírtuk, és még úgy gondoltam, hogy a mai napomat nektek le fogom videózni, úgyhogy tartsatok velem.